Áldjon meg az Úr benneteket! Hevesmény végyöttünk a Verpeléti gyülekezetből is. Én is egy személyéről szeretnék bizonságtételt tenni, aki megváltoztatta az összes életemet, aki a mai napon is képes, itt is, aki még nem ismeri meg az Urat, képes a mai napon is megváltoztatni az ő életét úgy, ahogy mint az enyémet is megváltoztatta. 2,5 éve, hogy megtértem az Úrhoz. Eddig én egy olyan hétvégeket éltem, hogy az ital rabja voltam, amit ő saját magamtól nem tudtam volna helyreállítani az életemet. Ezáltal jöttek az veszekedések, elvallások. Ezt a saját erőmből nem bírtam volna megtenni, hogyha az Úr Jézus Krisztus nem nyílik be az életembe. És mikor ezek után gyökereztem mefelé Krisztusba, és észrevettük, hogy van 2 gyerekem, 11 éves és 9 éves fiam, mind a 2 fiú, azt vettük észre az és a saját életünkben, hogy a házunk változik megfelé. És kérdezte, apa, mi van ebben a házzal? Ami eddig ez a ház egy átok volt, egy csúnya beszéd, megmondom őszintén, hogy a cigánnak nagyon ezek a dolgok mennek, az átok, a kiabálás, az átkozódások. És ezáltal a gyerekik is ma észrevették, hogy tisztul a ház kifelé, megváltozott a ház. És azt az egyet meg soha nem felejtem el, amikor azt mondták, hogy apa, te vagy a legjobb apa a világon. Ezt a Krisztus nélkül nem tudtam volna elérni, ezért kérlek, hogy mindjárt, aki még nem ismeri, meg is nem ismeri még az Urat, azt ismeri meg minél előbb, még tart az a kegyelem is, hogy megismeri, hogy meg tudja változtatni az összes életét. Ezáltal az alkohol alatt is 3-szor fel akartam magam akasztani egy nadrágszíjat, amikor húztam a nyakamba a nadrágszíjat, az a nadrágszi elszakadt, hogy el tudjam nektek mondani, hogy Jézus Krisztus él, hogy el tudjam mondani a bizonságomot, hogy a mai napon is itt van közöttünk, és megváltoztassa az összes életeteket. Köszönöm, hogy meghallgatolok, és itt van a feleségem is, aki majd egy bizonságot is szeretne mondani. Az Úr áldjon meg mindenkit. Hát igen, hát minket az Úr nagyon, Burai Zsuzsanna vagyok, Danóni, minket az Úr nagyon mélypontról hozott ki, mert nagyon rossz kapcsolatom volt a férjemmel, nagyon sokat veszekedtünk, így arra pontra jutottam el, hogy el kell, hogy váljunk, mert dolgozott ő, de hát 5 napot dolgozott a hétből, a hétvégi pedig péntektől az övé volt, ment kocsmázni, elitte az összes pénzünket. Hétfőn kezdett dolgozni, akkor mennem kellett kölcsön pénzt kérni, hogy mit visz dolgozni, vagy mit esznek a gyerekek. Nagyon sokat veszekedtünk ez miatt, és akkor már nem mertem kölcsön menni, sem mondták, hát most kapta az Urat pénteken a fizetés, már megint nincsen. Már sokszor ki sem mertem mondani, hogy elitta, és akkor a pénzeket, amit kapott fizetés, sokszor eltagadta, hogy nem ennyit kapott. Meg akkor kereste a barátokat, azokkal jó érizte magát, minket hagyott otthon a gyerekekkel. És ez így ment mindaddig, míg az Úr el nem hívott bennünket. Dicsőség neki. Azóta nem veszekedünk, helyreállt a családi életünk, boldogság van, szeretet van. Most már a férjem nem a kocsmába jár, hanem a gyülekezetbe. Minden napon az Urat szolgáljuk. És ha valójában úgy van itt olyan személy, aki még nem ismeri az Urat, hidd el, hogy te rajtad is tud segíteni, mert ha minket meg tudod változtatni, tégedet is meg fog. Legyetek áldottak!